Kertben, utcákon a fák varázsolt alkimiák. Zöldek, újak és nagyok, égnek, oldhatatlanok. Hol volt csak egy hete még a pirinyó rejtett gép, amin lette keverék? Varázsolt egy csodát, érthetetlen alkimiát. Szinte harsog ez a zöld, az átlényegített föld, vadfény, dörgő zuhatag, napból csorgó égi hab, mindenségből egy darab. Hokk Ferenc festőművész tiszteletére ültettek fát Dunabogdányban. A dunaparti sétányra kerülő fa része annak a kezdeményezésnek, amely a Kertbarát kör, valamint az önkormányzat összefogásával valósul meg, és célja, hogy a falu díszpolgárainak legyen egy-egy emlékfája szerte a községben. A kezdeményezés nemrég indult, amikor is Kristóf János családja egy magánfelajánlást tett, és ebből a pénzből az önkormányzat a rendezvénytéren kivágott fa helyett egy emlékfát állított. Ehhez jött egy másik kezdeményezés, egy másik ötlet, amely a Kertbarátok nevéhez köthető. Ők vették fel a kapcsolatot a képviselőtestülettel, és tettek egy javaslatot arra, hogy ha már a környezetünket szépítjük és fákat ültetünk, akkor miért ne lehetne ez egy olyan cél, amely egy kicsit a faültetésen túlmutat, és valami, ha szabad így fogalmazni, valami nemesebb célt is adjunk ennek a tevékenységnek, és az ő ötletük volt az, hogy akkor díszpolgárainknak ültessünk minden évben, lehetőleg minden évben egy-egy emlékfát. A rendezvényen a Dunabogdányból származó Blaskó János szobrászművész emlékezett Hokk Ferencre. A szobrászművész édesapja, idősebb Blaskó János festőművész, közeli barátja volt Hokk Ferencnek. Személyes bogdányi emlékeim mind-mind az Árpád utcai korszakhoz kötődnek. Talán 50 nyara volt, amikor Endre bátyám azt mondta apámnak: te János, van itt a faluban egy igen jó barátom, Hokk Feri. Festőművész szeretne lenni, nemrég fel is vették a főiskolára. Bemutatnám. Így ismerkedett meg a már kész festőművész édesapám a festőnövendék Hokk Ferenccel. Attól kezdve együtt jártak festeni a bányához, át a szigetre. Ha nem volt ladik, Karakas segítette ki őket kilbótjával. Szegény kis porthajó úgy meg volt pakolva néha, hogy majd elsüllyedt. Feri bátyám később is sokat emlegette ezeket a festői együttmunkálkodásokat. Mindig elmondta, apád nem csak jó festő volt, de kiváló pedagógus is. Egy alkalommal, mikor együtt festettük Bogdányt a szigetről, azt mondta nekem, megnézve munkámat: Ferikém, lehet, hogy a végén még én fogok tanulni tőled. Mindig szeretettel voltak egymás iránt, később öregkorukban is. Ha a strandról hazafele indultunk, apám rendszerint azt mondta: nézzük meg, mit csinál Feri. Így aztán az út többnyire Hokk Feri kertjén át vezetett hazafelé. Mi gyerekek alig vártuk, hogy odaérjünk, mert Feri kedvesen mosolyogva kezünkbe nyomott valami gyümölcsöt mindig. Péter öcsém, a Kossuth díj és a nemzetművésze 3 éves várományosa rá is kérdezett, amint megérkeztünk: Feri, van kölytéd? És Ferinek mindig volt adnivalója valami. Feri Hokk Ferenc úgy él az emlékezetemben, mint a szeretet és a jóindulat embere, aki mindig adni akart gyümölcsöt a gyerekeknek, majd kiteljesedő művészetének gyümölcseit azoknak, akik szeretettel és érteni akaró felfedező szándékkal közelítettek művészetéhez. A Hokk Ferenc festőművész tiszteletére ültetett fát tábla jelöli. A rendezvény keretében került sor a tábla avatására, amelyet a festőművész felesége, Hokk Ferencné Simon Éva leplezett le. Mézgás Éger, Hokk Ferenc festőművész fája. Hokk Ferenc helybeli asztalos iparos családból származott, és ezt a hagyományt folytatta fiatal korában. Az 1940-es években a helyi művelődésért és színjátszásért elkötelezett fiatalként is megemlékezik róla a helytörténet. Átütő tehetsége a festészet felé vitte. Szőnyi István és Bence László tanítványa lett, 1954-ben végezte el a képzőművészeti főiskolát. 1962-ben Hatok névvel egy fiatal képzőművészekből álló csoport tagjaként jelentkezett egy Ernst múzeumbeli kiállítással, amit az akkori kulturpolitika ellehetetlenített. Visszatért a szülőfalujába, és ekkortól kezdve művészetének motívumait szinte csak innen, közvetlen környezetéből merítette. Nem lépte át a figuralitást, festészetét a természetelvűség jellemezte, egy nagy egyéniségre utaló, a szerkezeteket kihangsúlyozó, strukturáló művészetet hozott létre. Munkásságára jellemző a hűség a szülőfalujához és ahhoz a magyar képzőművészeti hagyományhoz, amit Bernát Aurél és Szőnyi István képviselt. Hokk Ferencet 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki. Álljon itt a fa a dunabogdányi festőművész tiszteletére és emlékezetére. 2018, Dunabogdány község önkormányzata, Kertbarátkör, Dunabogdány.
Az átadón a kertbarátkör köszöntötte a Hug családot, a legifjabb Dura Bogdányi kertbarát Kemény Máté Szavolt, és a nemzetiségi dalkör, a Bogdaner Zinkreis a rendezvény zárásaként egy Hug Ferencnek kedves dallal emlékezett a festőművészre. Jeder oft zu spielen und lauf gleich zu ihr. Da Mutter, da bin ich, ich bleib schon bei dir. Sie war ja so glücklich mit mir.